Köszöntöm a kedves nézőket, ebben a pillanatban kezdődött a mérkőzés a Budapest Bank férfi kézilabda liga összecsapáson. Az MKV Veszprém együttesének mai ellenfele a Pler KC együttese, akik jobbról-balra piros mezben játszanak, és ők kezdték a találkozót. Majd megismerkedünk a játékosokkal, nézzük az első akciót a piros mezes vendég együttes részéről. A két játékvezető Kisfalvi István és Péli Sándor az összecsapáson, és a szabaddobás követően most pedig elvették a labdát, szabálytalanul a vonalra lépett egy vendégjátékos, és ezért a sípszó. A Veszprémiek első akciójánál a szokásos védőcsere, de egy rossz passz után az első gólt megszerzi a vendégcsapat. Ötös számú játékos a Bakos György, itt tehát 0-1 a találkozó, ebben a pillanatban telt el 1 perc a mérkőzésből. Tehát, hogy említettem, a Veszprémieknél Lapcsevics és Lusnyikov az, aki lejön, és a pályán támadásban szerepel Sesum, illetőleg Eklemovics. Nikola, a két játékvezetőt már ismertettem, Mocsai Lajos legénysége 16 fős keretéből, de nézzük az egyenlítő gólt, amelyet Renato Šurić szerez a Veszprémiek oldalára. Tehát a Veszprémieknél a 16-os keretből két sérült miatt nem okozott gondot kiválasztani, ki az a 14 játékos, aki a jegyzőkönyvbe kerül, hiszen Marko Buin felépülése még néhány hetet igénybe vesz, hogy pályára tudjon lépni, míg a Veszprémiek másik balkezes lövője Mirkovicsnak is, még ahogy szoktak fogalmazni, rakoncátlankodik a válla, tehát még nem merik kockáztatni esetlegesen, hogy rásérüljön, és ezért ő most nem szerepel. Mielőbbi gyógyulást kívánunk ezúton is mindkettőjük számára, miközben már a Pler akciója, egy szép bejátszás, egy védés és a kipattanó labda rápattant Korsós Ádámra, és róla pattant ki az alapvonalon túlra a harmadik perc kezdetén. Egy egyes állásnál jöhet a Veszprémiek akciója Terzics a labdával, Eklemovics középen nagy csata, ott Šurić próbál helyzetbe kerülni, de aztán elindul egyedül Sesum, ő sem tud lőni, nagyon kemény a védőfal és egy lövés, amely elkerüli a kaput, háttal volt a hazaiak játékosa Novák Andrásnak, a vendége kapusának, egy pontatlan passz, Sesum kiejti elsőre, összeszedi, de aztán a játékvezetői síp azt mutatja, hogy már a vonalra lépett a veszprémi játékos, ezért szabaddobással jönnek előre. A fővárosiak egy nagyon szép passz, a közönség megtapsolja Dejan Pericset, aki a saját hatosáról halál pontosan az ellenfél kapusához passzolta a labdát, a guruló labdát, amely jött a földön, tehát lábbal is ügyesen bánik a játékszerrel, nem csak kézzel a kézilabda csapat kapitánya, de most nézzük inkább az akciót a vendégcsapatnál. Egy szabálytalanság, a 9-es Balogh Zsolt volt az, majd bejátsza középre. Egy pattintott lövés, amelyik elkerülte a kaput. Lékai Máté volt az, aki kísérletezett, miközben Terzics, Lapcsevics, ugye nem tudtuk cserélni, ezért van ő a pályán. Marad is most ott két beálló, Šurić meg is kapja a labdát, ellövés, most már egy sárgalapos figyelmeztetés a piros mezeseknél, az ötössel játszó vendégjátékos Bakos György a vezetőgól szerzője, kapott figyelmeztetést, továbbra is 1-1 az állás a negyedik perc vége felé. Terzics, egy lövés, és a bal alsó sarokban köt ki ez a kísérlet. 2-1, Novák András tehetetlen volt, már is jön a válasz, egy nagy lövés, egy nagy gól, mégpedig Balogh Zsolt az, aki nem volt rest és elvállalta a lövés, nem tisztelte a nagyobb játékerőt, a neves játékosokat, bizony nagyon szép, jó felső sarkos találattal. 2-2-re módosult az állás, és az ötödik percben járunk. Iváncsik Tamás, Sesum, Eklemovics, Šurić, Terzics és Iváncsik Gergő pályán, a kapuban pedig Dejan Perics, és ahogy említettem, Lusnyikov, illetőleg Lapcsevics a két csere védekezésben. A vendégeknél nincs csere, folyamatosan a kezdő hatos a pályán, és Adórián Gábor, a vendégek edzője, akinek a nevével adós maradtam, miközben egy 7 méteres, szólt a sípszó, ezt jelzi, tehát Adórián Gábor együttese
13-an vannak, nem is tudtak 14 játékos beírni, olyan kevesen vannak. Sok neves játékos elhagyta az együttest, akik anyagi gondokkal küzdenek, de azért ezt a büntetőt szépen értékesítette. Réva Mátyás, a névadó szponzor fia, hiszen több támogató nevéből került ki ez a mozaik szó, amivel játszik a Pest-Szent Lőrinc Rév és társa KC, tehát egy összetett klubról van szó Budapesten, de mindenki csak úgy ismeri őket, hogy az elektromos, hiszen a törzs, a mag az elektromos, és ők adják az egyik támogatói kört, Pest-Szent Lőrinc elektromos Rév és társa KC. Nem mondom, kimondani éppen elég, de aztán most közben már egy kipattanó labdával indulhat a két Iváncsik testvér, egy passz Sesumnak. Sikerült megszerezni Sesumnak a találatot, és ezzel 3-3 az állás. Állja tehát a sarat a vendége együttes, hiszen 0-1, után 2-3-nál is ők vezettek, és így a 7. percben döntetlen az állás. Egy kísérlet, amelyik elhalt, Iváncsik Tamás, Iváncsik Gergőnek passzol, aki Novák András találja el, és oda lehetőség, marad a 3-3. Lapcsevics épp hogy lement, és nem is tudott jóformán leülni, már jöhetett és visszavédekezni Lustikóval egyetemben. Kipattanó labda, és megint véd Deján Perics. Orholja is egy kicsit a védekező társakat ott középpen, hiszen lehetőséghez jutottak a vendégek a szétnyíló védőfal mellett. 3-3-as állásnál 7. perc telik el az első félidőből, amikor a vendégeknél a labda, Rékai Máté, és ott középpen egy ütés, talán Korsos Ádám, aki a földre kerül, és egy sárgalapos figyelmeztetés. Lusnyikov kapja a figyelmeztetést. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek a sérülésnek. Korsós Ádám a szenvedő fél, akitől elnézést kér Lusnyikov. De hát a Veszprémi csapatnak keményen kell védekezni, hiszen a hétvégén szombaton már folytatódik a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek sorozata, és a Schamberi egyáltalán nem ígérkezik könnyű ellenfélnek a hazai pályán, hiszen bár a veszprémiek tudtak Franciaországban nyerni, Schamberi nagyon beleerősített, és például egy szép blokk közben is lehet indulni, de már visszazártak a piros mezesek. De hogy befejezem a mondatot, a Schamberi például edzőmérkőzésen a Montpellier-t is legyőzte, ami nem semmi, ahogy a slang fogalmaz. Tehát nagyon is komolyan készülnek a veszprémi visszavágóra, ezért nem mindegy, hogy milyen formában kerül majd pályára a kékmezes gárda. Továbbra is, ahogy említettem már, a szokásos kettős csere a hazaiaknál, miközben Terzics megint csak kilövi a bal alsó sarkot. 4-3 ezzel. Nem sikerül betörni a szélről Rév Mátyásnak, és úgyhogy indul körbe a labda. Lékai, majd Koffer, aztán most ott van megint a 9-es Balogh Zsoltnál, egy lövés, és a hálóban a labda. Szépen kivitelezett kísérlet, Lékai Máté volt eredményes. 4-4. Sesum, Eklemovics, Terzics, harmadikra már nem ment be, a ballalsóbb ott volt Novák. A kipattanót viszont megmentették a vendéglátó csapat játékosai. A csarnokban egyébként körülbelül mintegy 2000 néző lehet, 1800-2000 néző is. Gondolom sokan már kíváncsiak arra, hogy a csapat milyen formában van, vagy ilyen formában, amilyen formában Eklemovics. 5-4 az állás ezen a mérkőzésen, a bejátszás után pedig egy szabálytalan szerelés. Tehát az elmúlt héten, amikor a veszprémiek játszottak hazai pályán, ott is az első percekben bizony elég nehezen lendültek játékba a veszprémiek, és utána viszont már kijött a sportforma, és remélhetőleg ez majd mai napon is ugyanígy történik, és hát a legfontosabb, hogy a hétvégén
a francia együttes ellen jól szerepeljen a gárda.